Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, ez pedig a Frontember mai adása, és itt van már velünk állandó vendégünk, Georg Pötle biztonságpolitikai szakértő. Szia Georg, köszöntünk ma is az útra. Szia Atomi, szeretettel köszöntelek téged és minden kedves nézőket. Mindenkit arra kérek, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, ezzel is tudják támogatni a munkánkat. Elértük a 168 ezer feliratkozót, amit nagyon szépen köszönünk. És bele is vágunk a mai témáinkba. Kezdjük Emmanuel Macronnal, a francia elnökkel, ugyanis most már napi szinten szó van arról, hogy Emmanuel Macron valamilyen formában akár katonákat küldene Ukrajnába, akár megtámadna Oroszországot. Most például azt mondta a Le Parisien napi napnak adott interjújában, hogy lehet, hogy valamikor a helyszínen kell végrehajtanunk műveleteket, bármi legyen is az, hogy szembeszálljunk az orosz erőkkel, és hozzátette azt is, hogy Franciaország erőssége abban rejlik, hogy ezt meg tudják csinálni, illetve hogy azért is más a francia modell, mert a franciák rendelkeznek nukleáris fegyverekre, fegyverekkel, és szerinte Franciaország minden forgatókönyvre felkészült, Oroszország nem nagy hatalom, csak egy atomfegyverekkel rendelkező közel, középhatalom, majd elárulta, hogy nem fog gratulálni Putyinnak az oroszországi elnökválasztáson elért esetleges győzelméhez. Mindenki azt találgatja, hogy mi, a mi történt Emmanuel Macronnal, miért mond mostanában ilyeneket, hiszen korábban az ő narratívája azért nem teljesen ez volt. Nem, sőt, ő ugye tárgyalt is Macronnal, pont tegnap beszéltünk erről Dórival, hogy Orbán Viktor után ugye a másik fontos vendég Moszkvában Emmanuel Macron volt, és láthatóan egy, egy, teljesen normális légkörben zajlottak a, a megbeszélések, és Macron azért e, a háború kitörése óta elég cizelláltan fogalmazott, tehát nem ütötte ilyen mérvően a, a háborús tamtamot, és, és nem fenyegette Oroszországot, mert hogyha az emberek kicsit a sorok között olvas és meghallgatja Macronnak még a a csütörtöki beszédét, illetve a sajtókonferenciáját, akkor ő azt mondta, hogy minden eszközt bevethetünk. És hát ugye itt az eszközökről nyilvánvalóan az embereknek rögtön a katonai eszközök jutnak az eszébe, és hát a nukleáris fegyverek is. Azt lehet tudni, hogy 290 darab nukleáris rakétával rendelkezik Franciaország, ebből 280 bevethető állapotban van. A franciák minden harmadik hónapban tartanak egy hadgyakorlatot is, tehát harci repülőgépekkel gyakorolják, szimulálják atomfegyvereknek a kilövését, ugye fiktív célpontokra, tehát minden Három hónapban van egy ilyen hadgyakorlat, tehát em, eléggé toppon vannak. Viszont, hogyha összehasonlítjuk például a nukleáris fegyvereknek a számát, ami 5900 körül, körül van Oroszországban, és ezek közül 2300-at beélesítettek. Részben Oroszországban, különböző régiókban, tehát ez Észak-Oroszország, de ugyanúgy például a szibériai részeken, egészen orosz távol keleten, tehát nagyon közel az amerikai partokhoz is. And. Um, Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy beélesítve, hogy már be vannak táplálva különböző célpontoknak a kódjai, GPS adatai, amiket egy adott atomháború esetén az Oroszországi Föderáció meg akar semmisíteni. Tehát számbeli fölény az mindenképpen megvan. Akkor, ha megnézzük például a hordozó rendszereket, ugye többször beszéltünk erről is a műsorban, hogy rendelkezik Oroszország hiperszónikus fegyverekkel, például az Avantgard, amelyik több nukleáris rakétát tud egyszerre célba juttatni, és a hangsebesség 21-szeresével, tehát 21 mahal képes akár kontúrrepülést is végezni, akár pedig a stratoszféria nagy magasságából lecsapni a célra. Tehát hihetetlen radarárnyékban eljuttatja percek alatt mondjuk egy nyugat-európai fővárosba a nukleáris töltetet. Tehát volt is egy ilyen német hadmérnök kiszámolták, hogy durván olyan Másfél-két perc alatt már németországi célpontokat meg tudna Oroszország semmisíteni a Fehér Oroszországból kilőtt rakétákkal. Hát ugye Lengyelország ott van nagyon közel, tehát igazából a közeli NATO országokra két perc leforgása alatt csapás méret. Ugye a legtávolabbi célpont így Európában volt például brit, meg francia nukleáris fegyvereknek és silóknak a kiiktatása. Ez durván olyan két és fél perc alatt történne meg. És hát Oroszország rendelkezik például olyan fegyverekkel, mint a Poseidon nukleáris torpedó, ami ugye nem egy hagyományos torpedó, hogy tengeri célpontok kiiktatására használják, hanem egy cunamit generál. Tehát felrobbantják több kilométerre az ellenséges kikötőtől, és egy olyan lökés hullám keletkezik, ami egy óriási cunamit, tehát ilyen úgynevezett monster waves, tehát ilyen, ilyen monster hullámokat generál, ami egy várost, egy katonai kikötőt, ami a tengerparton található, simán besöpör. Mindenki emlékezik, hogy erre, hogy volt 10 valány évvel ezelőtt egy borzalmas cunami, ugye több százezer ember esett áldozatául, hát például egy ilyenre képes egy Poseidon eh, nukleáris torpedó. Úgyhogy eh, macron igazából én személy szerint őrültnek tartom. Tehát az, hogy azt mondja, hogy Oroszország nem győzhet, és hogy mindent meg kell tenni, és ugye most szövetségesként kezdi már egy kicsit megnyerni Olaf Scholzot is, aki pedig egy héttel ezelőtt még nagyon kiakadt, amikor Macron ezt bejelentette. Scholz még meg is szakította a hivatalos programját, és rögtön sajtótájékoztatót hívott össze Baden-Württembergbe, hogy nem, ő ebben nem fog belemenni, hogy Németország sem most sem a jövőben nem akar csapatokat küldeni. Most már odáig jutottak, hogy összeállítanak egy koalíciót Franciaország, Németország, Lengyelország, hogy nagy hatótávolságú fegyvereket küldjenek az ukránoknak. Hát innen már csak aztán egy lépés lesz, hogy csapatokat. Ugyanakkor a, a lengyelek ők mindenképpen belemennének ebbe, de most már ott tartunk, hogy a finnek is szimpatizálnak az ötlettel, a csehek is, az esztek, a litvánok. Na jó, ilyen törpe államokról beszélünk, tehát nem rendelkeznek nagyon komoly hadsereggel igazából. Nem mindenkinek van katonája azért. Azt van katonája, lehet, de ez való szimbolikus, és nyilvánvalóan azért a... a északi országok, tehát itt Lettország, Litvánia, Észtország azért nagyon közel vannak Oroszországhoz. Tehát, hogyha ők lépni akarnának, akkor szerintem ők éreznék meg először az orosz medve mancsát, vagy harapását. De nyilvánvalóan azzal is ostobaságot mondott, hogy Oroszország nem nagy hatalom. Oroszország egy gazdasági, energetikai és katonai nagy hatalom. És ne felejtsük el, hogy olyan szövetségesei vannak, mint Kína, mint Észak-Korea. És rossz belegondolni, hogyha mondjuk egy netán kitörni készülő harmadik világháború kapujában Oroszország megnyeri Kínát, mint katonai szövetségest, és Beijing bejelenti, hogy Oroszország oldalán belépünk a háborúba. Tehát a világ legnagyobb hadseregével Ugye azt látjuk, hogy az orosz kitörés, háború kitörésekor Kína sokkal óvatosabb volt, majd egyébként részben a Biden adminisztráció politikája, részben a nyugati világ nyomása, mint Kínát oda lökte volna Oroszország mellé. Oda. Tehát az a baj, a nyugat mindig csinál ilyen baromságokat. Ha visszamegyünk most nagyon az időben, Kubába például, amikor Fidel Castroik elüldözték a, kubai diktátort, most hirtelen ki akartam mondani a nevét, és nem fog beugrani, ez ez most tipikus pötle, de lényeg az, hogy ö, ö, ők nem voltak kommunisták, tehát nem akartak ö, egy, egy kommunista rezsimet kialakítani Kubában. ők igazából demokráciát akartak, nem akarták azt, hogy ott igazából, ahogy ők fogalmaztak, az Egyesült Államok kuplerája legyen, mert ott bárok voltak, prostitúció volt, szerencsejáték, különböző amerikai mafia csoportok vitték igazából ö, a kubai gazdaságot. Na, ezzel nem volt a kasztrói, de amikor bekövetkezett a forradalom igazából, tehát a, a geri elérte a célját, és menekülni kellett a diktátornak, a családjának, meg ugye a különböző New Yorki, Miami és egyéb maffia csoportoknak el kellett hagyni az országot, akkor a nyugat, főként az Egyesült Államok rögtön ráfogta Kubára, hogy Kuba kommunista, kasztrói kommunisták, és oda lögték őket a szankciókkal igazából Oroszország, illetve akkor még a Szovjetunió karjába. Ebből is alakult ki a rakétakrízis. Ugye még a mai napig vannak szankciók, például Kanadától el akarták venni az amerikai üdítőknek, például Kólának, Fantának a gyártási jogát, azért mert kubai cukrot használtak fel a produktok készítéséhez, és még ez sem volt megengedett. Tehát évtizedekre kiterjedő gazdasági szankció volt. Úgyhogy mondom, csináltok már ilyet, és most ugyanez van. És hogyha esetleg Kína most úgy érzi, hogy oké, okay, akkor Oroszország oldalán el fogjuk foglalni most Tájvan, meg esetleg még Oroszország is úgy érzi, hogy oké, okay, ott vannak a Kuril szigetek akkor most csináljunk egy közös katonai akciót a Csendes-óceánon akkor annak elég rossz vége lett, és plusz még akkor ott van ugye a támadó nyugat, tehát elképzelhet, hogy egy nagyon erős katonai szövetség jön össze a két ország között, és megpróbálják az eurázsiai területet teljesen leuralni, és én azt mondom, sikerülne is neki. Jelen pillanatban Kínának van a legnagyobb tengeri flottája, és a legnagyobb légiereje a világon, tehát Oroszország és Kína együtt én azt mondom, hogy több mint legyőzhetetlen, tehát egy, egy maximális katonai szuperhatalmat képviselnek. És ugye, hogy Kim Jong-un is bejelentette, hogy bármikor akár több száz katonát is ad Putyinnak, hogy a hadműveletet sokkal erőteljesebben, energikusabban tudja előrevinni. Tehát mondom, itt, itt teljesen új erőviszonyok is kialakulhatnak, és ott a NATO felkészületlen lenne, Kína is nukleáris nagyhatalom, és koreának is van 30 darab atombombája. Úgyhogy mondom, ez csúnya véget érhet, és azért én nem látom azt, hogy. Ukrajna megérne annyit, hogy esetleg több tíz vagy több millió ember itt Európában az életét veszítse egy nukleáris háborúban. Tehát ennyit nem ér a dolog. Tehát én nem tudom, hogy miért lett ennyire szent tehén Ukrajna. Annyi háború van a világon, tehát, hogyha megnézzük a Kongói Demokratikus Köztársaságtól kezdve Szomáriáig, vagy vagy mi van most Haitin, Banda háború, igazából egy anarchia alakult ki emberek százai halnak, meg, ott valahogy ez úgy senkit nem érdekel, most valahogy Ukrajna, és ö, Németországban a tanárok elkezdtek arról beszélni a diákoknak, hogy mit kell tenni egy háború esetén. Tehát körülbelül ott tartunk, mint a 60-as években. Hogy volt egy ilyen elhíresült film is, Atomic Café, az a neve, hogy, hogy a gyerekeket tanították, hogy hogy mit csináljanak, hogyha kitör az atomháború, ha látják a gombafelhőt. Tehát efele megyünk meg, hogy Ursula von der Leyen is bejelentette egy, nem tudom, két héttel ezelőtt ez körülbelül, hogy fel kell készülnünk a háborúra. Tehát mondom, ez téboly, tehát képe, képesek a politikusok beáldozni egész Európát, a kultúránkat, a, a történelmünket, a jövőnket, mindent Ukrajnáért? Tehát mondom, én ezt őrületnek tartom, mert azért aki megnéz régi felvételeket, hogy miket okozott például a Hiroshima és a Nagasaki atombomba, vannak archív felvételek fent YouTube-on is, hát az megláthatja, hogy mire képes egy pici atombomba is, hogyha ennek most a tízszeres mennyiségét ledobják egy városa. Hát köszönöm szépen, ott tényleg már csak árnyék marad majd mindenkiből valahol a, a, a flasteren. De mire számít az a következő időszakban folytatódni fog ez a fajta, hát hogy mondjam, verbális üzengetés, tehát az, amikor itt különböző nyilatkozatok formájában mennek az üzengetések, vagy ez tényleg tetlegességig is elmehet? Közben beugrott Batisztán a kisláka, a kubai diktátort, igen, mert beugrott a neve, na de lényeg az, hogy... Macronnak nagyon veszélyes volt ez a mondata, hogy én döntem el, hogy mennek-e csapatok, én vagyok az elnök. Hát ugye, mint elnök, ő a hadseregnek a főparancsnoka is. Tehát, hogyha ezt a lépést megteszi, szerintem akkor abban a pillanatban eszkalálódni fog a helyzet. Ha esetleg ő beélesíti a nukleáris fegyvereit, és azokban oroszországi célpontoknak a koordinátáit táplálja be, és erről nyilvánvalóan a GRU, az orosz katonai elhárítás tudomást fog szerezni. Szerintem Oroszország nem fogja megvárni azt, hogy egy rakétát is kilőjön Párizs hanem megelőző csapást fog mérni. Tehát én abban biztos vagyok. De hova? Tehát sen hát nyilvánvalóan azokra a pontokra, ahol a, azok a katonai gépek állomásoznak, ahol már felszerelték mondjuk a mirázsokra vagy bármire is ugye a nukleáris. Ö ö warheadekkel ellátott, tehát robbanófejekkel ellátott rakétákat, vagy pedig ahol atomfegyvereket tárolnak, atomsilók vannak, vagy, vagy a döntéshozói központokra, az is lehet, hogy lefejezi hirtelen a kormányt meg a hadsereget, esetleg egy kisebb taktikai nukleáris rakétával. Tehát mondom, itt rengeteg szenárió van, de én biztos vagyok abban, hogy Oroszország nem fogja azt megvárni, hogy valaki egy, egy nukleáris csapást mérjen, akár egy katonai bázis, akár bárhol orosz területeken, legyen ez novarosszia, legyen olyan a régi anyországi terület, hanem megelőző csapás fog mérni, és nyilvánvalóan ezzel ugye. Erőt is fog demonstrálni, hogyha még valaki mondjuk a nato belül megpróbálkozik. Tehát mondom, itt, itt elszabadulhat a pokol igazából pillanatokon belül, hogyha valaki olyan ötlettel jön elő, hogy akkor támadjuk meg Oroszországot nukleáris fegyverekkel, és Macron most ezzel e, próbálja Oroszországot valahogy e, megfélemlíteni, ami nem fog menni. És ugye ott van Dimitro Kuleba, aki még adja alá a lovat is, hogy Á, Putyin csak fenyegetőzik, úgyse fog semmit lépni. Hát én azért ezt nem szeretném kipróbálni. Tehát ugye van ez a mondás, hogy okos ember ö, asszonyt és üveget nem tesz próbára, de hozzátenném, hogy Vladimir Putyin se teszi próbára. Tehát ezt, ezt nagyon nem kellene. Putyinnak nagyon nagy türelme van, végtelen türelme. Láttuk ugye, hogy ö, hány évig folytak a tárgyalások ö, az orosz lakosság szuverenitásával kapcsolatban, illetve autonómiájával kapcsolatban. Volt ugye a Minszki egyezmény, ahol aztán be is ismertem, mint Macron, mint... Ö, a, a német kormány is, hogy igazából átverték. Tehát az volt a cél, hogy időt nyerjenek. Angela Merkel beszélt Angela erről. Angela Merkel beszélt erről, igen, igazad van. Tehát persze akkor még ő volt a kancellár, nem volt, és megmondta, hogy igazából átverték, ugye Putyint időt akartak adni az ukránoknak a felfegyverkezésre, és sutyiba az Egyesült Államok már akkor 5,5 milliárd dollár értékben szállított NATO-kompatibilis fegyvereket kievnek. Tehát mondom, nagyon nagy türelemmel, rengeteg tárgyalással próbált tényleg Putyin urálni a helyzeten, de amikor már nem ment, és volt az a pont, hogy tényleg gyilkolták az orosz lakosságot az ukránok, tehát egy polgárháborús helyzet alakult ki a Dombaszba, akkor nyilvánvalóan lépett, hogy megvédje az ővét. Csak mondjuk egy gondolatkísérlet, most tényleg durván hangzik, de mi lenne, hogyha valamelyik szomszédos országban elkezdenék szisztematikusan legyilkolni a magyarokat? Mit lépne akkor Magyarország kormánya? Tehát szerintem minden kormány megpróbálna először diplomáciailag, és más nem akkor katonailag beavatkozni, hogyha az ott élő kisebbséget valamilyen bántalom érni. Tehát ilyen kisebbségek vannak Németországban, Franciaországban, vagy mind a két a határvidéken, Német, Dán határvidék, tehát élnek kisebbségek, csak úgy érdemes elgondolni, hogy mi történne akkor. És mondom, ennek a türelemnek vége szakadt, tényleg lépett az orosz háborús gépezettel, csak mondom, nem kellene tesztelni, hogy, hogy mi történik akkor, hogy a NATO csapatok megjelennek Ukrajnában. Tehát az, az tényleg nagyon csúnya véget érne, tehát ebben mindenki biztos lehet. Na most uh nekem továbbra is az a legnagyobb dilemmám, hogy mi van akkor, hogyha itt mindenki megint elmegy a végsőkig, és megint nem lesz visszaút. Elmondom, mire gondolok. Amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, akkor ugye most már tudjuk, hogy Boris Johnson elment Kievbe, és azt mondta, hogy menni kell tovább, mert így lehet az oroszokat meggyengíteni. Ugye Oroszország alapvetően azért támadta meg Ukrajnát, mert egyrészt ugye úgy érezte, hogy az orosz kisebbséggel rosszul bánna, másrészt viszont ugye előtte volt az usa a szégyenletes afganisztáni kivonulása, tehát akár Putin úgy is érezhette, hogy most jött el az a történelmi idő, hogy ezt meg lehessen Én csinálni. Van. Mindkettő nagy hatalom, tehát akár a nyugati blokk, akár az orosz blokk úgy érezte, hogy a másik meggyengült, ezért most lehet lépni, és látjuk, hogy itt már, már több mint két éve tart ez a háború, értelmetlenül halnak meg az emberek, olyan túl nagy eredménye ö, egyébként nincsen, Oroszország halad előre és foglalja el a területeket, ö, saját tempójában, tehát hogy, hogy látjuk azt, hogy azért azt talán kimondhatjuk, hogy értelmetlenül halnak meg az emberek. Na most, hogyha itt még a nukleáris dolgokkal is fenyegetnek, meg a európai katonai szerepvállalással is fenyegetnek, akkor mi a garancia arra, hogy mondjuk azt gondolják, hogy jó, azt majd Oroszország elnézi, meg jó a nyugat, meg úgyse küld be csapatokat, aztán annyira hisztérizált lesz a helyzet, hogy valahogy valamilyen formában meg mégiscsak muszáj lesz megtenni. Hát, bízunk benne, hogy nem. Tehát most az a nyugat narratívája, hogy igazából a, a szabadságunk, Európa szabadsága a tét miért. Oroszország nem fenyegette meg Nyugat-Európát soha. Nem fenyegetett meg egyetlen egy NATO országot sem. Tehát még akkor sem foglalta mondjuk vissza az északi területeket, amikor azok még nem voltak NATO tagok. Tehát értem ezáltal ugye például Lettországot, lett Titvániát, Észtországot igazából megtette volna nem. Tehát neki ugye a krim volt fontos, és egy idő után, mikor látta, hogy mi történik a Donbassban, nyilvánvalóan a, a Donbassi régió volt fontos, meg az ugye, hogy Ukrajna ne legyen a nato a tagja. Tehát ő ezt igazából évtizedeken keresztül kérte, hogy Ukrajna maradjon egy pufferzóna. Ukrajna, nem is akarta nagyon, hogy csatlakozzon, ugye, de bár ez egy másodlagos vonal csak, hogy az Európai Unióhoz, mert nyilvánvalóan Ukrajna hatalmas felvevő piaca volt orosz termés. Emékeknek. Tehát nyilvánvalóan ő azt akart, hogy Ukrajna az maradjon valamilyen formában Oroszország közeli, gazdaságilag is, politikailag is, katonailag is. Na, ugye a majdani események, ami mögött Isten tudja, kiállhatott megint, nyilvánvalóan azért kicsit Soros Gyuri bácsi kezés benne van, mint minden személy dolog a világon. Valahogy összejött, igen. És utána, utána jött ez a narratív, hogy na akkor Ukrajnának a nato kell csatlakozni, az Európai Unióhoz kell csatlakozni, és igazából még akkor se lépett Putyin katonailag, hanem akkor is igazából tárgyalásokkal próbált ráhatni a nyugatra. Ugye többször tárgyalt, mind az Egyesült Államokkal, Franciaországgal, Németországgal, hogy hogy hagyjátok, tehát legyen itt egy ilyen pufferzóna, én nem szeretném azt, hogy a nato közös határom legyen, mert ez Oroszország biztonságát fenyegetné. Nem voltak képesek ezt megtenni. Tehát nyilván itt is önös érdekek, gazdasági érdekek és geostratégiai érdekek játszottak szerepet, meg bizonyos országoknál, például a lengyeleknél ugye egy, egy kifejezett ruszofóbia. Viszont pont a ruszofóbia a másik olyan, hogy Hát tulajdonképpen, ha a médiában meg közben az a narratíva megy az egyik oldalról, hogy minden, ami jó-rossz, az rossz, és ugye ilyenkor szoktam elmesélni, hogy a Hírmix című műsorunkban volt most az, hogy őrizetbe vettek egy lett férfit, aki orosz kábel TV csatornát szerelt be, és orosz propaganda terjesztésével vádolják, és akár komoly büntetést is kaphat, mert hogy ez Lettországban bűncselekménynek számít, szóval az egyik oldalról ez van. A másik oldalról meg az oroszok úgy állnak ennek a háborúnak neki most már, hogy hát megvannak a történelmi analógiák, és ahogy korábban harcoltak a nácik ellen úgy most ismét a nácik ellen kell harcolniuk, meg a nyugat is meg akarja semmisíteni őket. Szóval, hogyha kap egy ilyen, meg ugye még ott van az a nyugat részéről, hogy itt a diktatúrák ellen harcolnak a demokráciák. Szóval, hogy amikor ilyen ideológiai háttere van, és közben ezerrel fegyverkezik minden, és, ki, és visszállítják a sorkatonai szolgálatot, és a többi, és a többi, akkor felmerül a kérdés, hogy mi készül ebben a világban. Mert azt gondolná az ember, hogy két évvel a háború kitörése kitűné, után jobb lesz a helyzet, és hogy már szépen nyugvó pontra kerülnek a dolgok, most meg úgy tűnik, mintha rosszabb lenne a helyzet. Nem, ahogy ugye Szolaj Bobnovicki Kristóf Magyarországon védelmi Miniszter is elmondta, most lépett a legveszélyesebb ö, ö, időszakba ez a háború. Tehát tényleg most a legnagyobb veszély, hogy eszkalálódni fog. Tehát mindenki azt remélte, hogy belefáradnak a felek, elkezdenek majd tárgyalni egymással, normális nyugati politikusok is ráhatnak majd ugye mind a két harcoló félre, hogy üljenek le egy kerekasztalhoz, kezdjenek tűzszüneti tárgyalásokat. Csak ugye most az a narratíva, tehát azzal támadják Orbán Viktort is és a magyar kormányt, hogyha tűzszünet lenne béketárgyalások, azzal automatikusan Oroszország nyerne. Tehát ezt akarják igazából per pillanat meggátolni. Csak ugye mondom, nem lehet tudni, hogy ez mit vált ki. Tehát lehet, hogy a háborús készülődés esetleg azt indítja be, Oroszországba, hogy oké, okay, akkor egy full-scale war, tehát széleskálájú háborút kezdek most, lerohanom egész Ukrajnát. Erre kerül, megvan például kerül. a katonai kapacitása? Nyilván megvan a katonai kapacitása, azért gondoljunk bele, eddig még nem voltak szőnyek bombázások Kievben, más nagyvárosokban, nem pusztították el a vasúti vonalakat, Eh, ahol fegyverek is érkeznek nyugatról, nem szálltak, vagy nem pusztítottak el még mindenki kötött, mint például Ugyessa, de ez megtörténhet. Tehát lehet, hogy akkor azt mondják, hogy oké, okay, akkor most elpusztítom komplett a vasúti, a tengeri infrastruktúrát, hogy semmilyen fegyver ne tudjon bej bejutni, rendszeresen bombázom a határmenti eh, állomásokat, ahonnan a nyugati fegyverek beérkeznek Lengyelországból innen-onnan, a maradék egy-két repülőteret is megsemmisítem, de nagyon durván, hogy ott se lehesse nem lehessen. Kiiktatom a döntéshozó központokat, tehát a minisztériumokat, kiiktatok minden olyan katonai bázist és ö, parancsnokságot, amiről tudtom van, és tényleg egy, egy, nagyon durva háborús gépezet, megjelennek a nehéz bombázók, szőnyek bombáznak, tehát amit láthattunk mondjuk, amit az Egyesült Államok csinált Afganisztánba vagy Irakba, tehát lehet, hogy akkor azt mondják, oké, akkor most nem kímélünk semmit, hanem elfoglaljuk Ukrajnát, és szerintem ezt egy-két napon belül meg is tudná tenni Oroszország, hogyha bevetné tényleg így a legcsúnyább fegyvereket. Mert eddig az volt ugye a cél, hogy a civil lakosságot megkiméjítsük. Tehát, ha megnézzük például most itt fél év alatt Gázában, több civil halt meg, mint két év alatt az orosz ukrán háborúban. Nyilván itt a katonák száma, ugye mind a két oldalon, akik életüket vesztették, az sokkal magasabb, de itt a civil áldozatokról beszélünk. Tehát amikor olvas az ember napi szinten a híreket, akkor az, hogy sérültek vannak egy ember vesztett életét, két ember vesztett életét de nem volt olyan, hogy mondjuk most Kiev fölött megjelentek volna, ugye, nem tudom, szukoly 35-ösök, is elkezdték volna rakétázni a várost, tehát ilyen nem volt. De mondom, itt bármi is bekövetkezhetett, tehát elképzelhető, hogy akkor egy olyan döntést hoz Vladimir Putyin, hogy akkor már ne legyen mit megvédeni a nyugatnak, mert nem lesz mit. Tehát mondom, ez, ez egy nagyon veszélyes játék. Csak hogy ide jön, jön az a kérdés, hogy oké, okay, és mi van akkor, ha Macron is tényleg komolyan gondolja, hogy ezt már meg kell állítani, és valamilyen formában tényleg megpróbálják megállítani Oroszországot? Hát nem tudom, akkor ráolvad az Eiffel-torony. Tehát a legrosszabb esetben igen. Tehát mondom, Oroszország nem fogja azt megengedni, hogy bárki is nukleáris csapást mérjen rá. Tehát semmiképpen. Vagy hogyha nem tudom, mondjuk egy francia vadászgép megjelenne mondjuk és kilőn egy rakétát a Kremőre. Ugyanaz lenne. Tehát bejelentetné akkor, nem tudom, a Szilvi az időjárás jelentésben, hogy Párizs 5000 fok és ezer kilométeres sebesség, amit ugye egy atombombának a lökés hulláma okoz. Nem egyébként szörnyű, erről beszélünk, de ugye a világnak a vezetői, ha felelőtlenül kommunikálnak pro kontra, akkor simán ez egy jogos kérdésé várhat, bár én azt nem hiszem, hogy egy lakott területre az oroszok nukleáris fegyvert dobnának le, én inkább, de lehet, hogy ez csak az én nagyon idealisztikus elképzelésem, az, hogy valami fajta kísérleti atomot lakott területen kívül ilyen próbaként, vagy hadigyakorlatként bevetnek, hogy megmutassák, hogy egyébként mi erre is elszántak vagyunk. Figyelj, igen, az az, hogy a... So, sok, minden megtörténhet. Tehát úgy nehéz lemodellezni, ugye mi is fölvázolunk gondolatkísérleteket, tehát elképzelhető, hogy valahol, nem tudom, a Provence-ban tényleg egy lakatlan területre vannak kisebb méretű taktikai nukleáris rakéták is, ami körülbelül egy focipányányi területet égetnek el, de tényleg na, nagyon csúnya, de mondom, amit a legdurvább ezeknél a fegyvereknél a lökés hullám, tehát egy, egy normális tehát egy közepes nukleáris fegyvernél körülbelül 1000 km per órás széllel megegyező lökés hullám keletkezik, ugye, ami brutális pusztítást okoz. Tehát mind a természetben, ahol erdőség van, ahol lakóházak vannak, vagy, vagy bármilyen infrastruktúra, és azért Európában már nem nagyon lehet találni olyan területet, ahol most itt mondjuk, mint Szemi Palatinszból, vagy Lupnurba kísérleti robbantást lehetne végrehajtani mert azért mindenütt mezőgazdaságban e, lakott területek vannak, és ugye ami, ami, a legnagyobb gáz, az a fallout, tehát ez a nukleáris por, ami felkerül ugye magasabb légkörbe, és utána ez az esővel lejön a termőföldekre, bekerül ugye a, a nyílt vizekbe, legyenek ezek folyók, legyenek ezek állóvizek, tehát a sugárszennyezettség ugye hosszú távon nagyon csúnya problémákat okoz, és nem csak ottól bevetették a nukleáris fegyvert, hanem a szelek, a jetstreamek ugye ezt viszik, tehát tapasztalhat tapasztalhattuk, ezt Fukushima-nál tapasztalhattuk, Csernobilnál. Csernobilnál ugye egész Európával lehetett érezni a rádióaktív sugárzás, legjobban a lengyelek szenvedték, meg ugye az eső levitte ott a termőföldekre, tehát ott igazából az eper termés meg minden szinte akkor abban az évben teljesen megsemmisült. De gondoljunk bele, hogyha ez nem egy, egy nukleáris katasztrófa, hanem egy nukleáris fegyver okozza ezt, és, és a sokszorosa Csernobilnek. Tehát rossz belegondolni, hogy ez mit okozna Európa gazdaságával, mezőgazdaságával, vízgazdaságával, vadgazdaságával. Tehát látjuk, hogy Csernobilnál is ugye mekkora terület van, ami le van zárva, mert, mert minden sugárszennyezett. Tehát azért nem szeretném, hogy, hogy ez legyen itt bárhol Európában is, és mondom, egy, egy nukleáris csapás ezt okozza. Tehát az nem olyan, hogy aztán majd elmúlik, meg majd oda újra ültetek valamit, hanem az hosszú évtizedekre, vagy a fegyver minőségétől, és ugye attól függ, hogy hogy milyen sugárzóanyag van benne, akár évszázadokra is lakatlan, tehát egy lekerített, halott övezet lesz, egy nukleáris sivatag. És mondom, Macron most ezzel játszik, igazából ezzel fenyegetőzik, és az a baj, hogy van egy csomó idiót, aki meg tapsikol és veregetik a vállát, hogy mekkora őt, -e, csináljunk egy harmadik világháborút. Csak utána van ez a vicc, hogy a negyediket már tudod, mivel fogják megvívni. Kőbaltával. Kőbaltával, pontosan, meg kusángokkal. Tehát az, az tehát itt meg, teljesen meg ugye, én ugye soha nem választottam makron semmilyen választáson. Szerintem akik Macronra szavaztak, azok sem annak tudatában szavaztak, hogy Makron harmadik világháborút akar kirobbantani. Tehát, hogy er mögött szerintem nincsen társadalmi konszenzus. Tehát... Hát bízom benne, és ugye kimentek a franciák nagyon sokszor tüntetni, tehát Franciaországba tüntetnek a világon a legtöbbet. És, és hát remélem legerőtelesebben. azért most is legerőteljesebben látok a sárga mellényeseket, tehát remélem azért most lesznek megint annyira vagányok, hogy mennek és mondják, hogy hé, állíts meg ezt az őrületet, tehát mi nem akarunk atomháborút. És ha más egy kicsit belegondolok, ugye voltam egy előadáson, igazából így um, szociológiáról szólt, meg, meg, meg társadalmakról, hogy mi itt igazából európaiak. Tehát most itt semmi rasszizmus benne, hanem én azt mondom, hogy ez az európai lakosság, fehér európai lakosság, ez a világ lakosságának már csak 5%-át teszi ki és ezt egy nukleáris háborúval le lehet nyúlázni pillanatok alatt. Tehát úgy mi eltűnünk, nem leszünk többe. Tehát úgy megszűnik az európai lakosság, amlok. Tehát úgy elég szomorú ebbe belegondolni, hogy amúgy is egy kisebbség vagyunk, ugye ez a pár millió ember, akik itt vannak, a több milliárd kínaihoz, indiaihoz, afrikai lakossághoz képest. Tehát igazából akkor így európai sonos lakosságát eltörlik. Elég rosszul hangzik. Rosszul hangzik, igen, szomorú ebbe belegondolni valahogy, hogy, hogy tényleg itt élünk év óta, hogy kialakult ugye itt a krományi embertől kezdve a, 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 neandervölgyig, a, a homo sapiens sapiensig, tehát igazából itt éltünk ezen a területen, ezt így meghonosítottuk, kialakultottunk egy európai kultúrát, tényleg, nem tudom, Michelangelo-tól kezdve, Berlinig, Csontvárig, minden, ami a mi múltunk, a mi kultúránk, ami történet, és akkor ezt úgy hirtelen egy-két rakéta eltörlés, és ez, ez úgy minden megsemmisült. Tehát ezt úgy nem lenne szabad megengedni, mert mert mondom, tehát óriási veszteség érni a világot, és hát minket is, mert elvesznek valahol egy gombafelhő alatt. Szerinted az nincs benne ebben a történetben, hogy látjuk, hogy ugye a demokraták meg az amerikaiak egyáltalán most éppen a választásra koncentrálnak, a demokraták nem kapják meg a republikánusoktól az Ukrajna megsegítésére szánt pénzt, lehet látni, hogy Trump jön fel, és egyszerűen, mert Macron esetében ilyet már korábban is látunk, egyszerűen csak az erőviszonyok újra pozícionálása zajlik, tehát hogy akkor Amerika már nem tudja úgy megvédeni Ukrajnát, akkor majd most Európa megvédi, és egyébként ugye a Olaf Scholz német kancellár és a francia elnök között, mindig, vagy a mindenkori kancelleres, a mindenkori elnök között mindig megy egy versengés, hogy ki legyen Európa vezető hatalma, és Macron azért mond ilyeneket, hogy akkor ő viszi majd ezt a markánsan orosz ellenes Oroszországot mindenáról legyőzni akaró európai koalíciót, és ezzel ő, mint egy ilyen mini birodalomnak a vezetőjét ott feltűnő. Amúgy látod, erre nem is gondoltam, ez egy nagyon jó meglátás. Mondjuk Friedrich Merz esetében is ezt lehetett tapasztalni most az elmúlt napokban Németországba, újra bedobta ugye a parlamentbe, hogy szavazzanak a 500 km hatótávolságú tauró cilkáró rakéták átadásáról. Ezt megint ugye a német parlament volt, szóval a zöldek nagyon beálltak mögé, és szerencsére ebben a kérdésben, tehát nem adják át az ukránoknak ezeket a fegyvereket. De Friedrich Merz is ezt azért dobta be, hogy belpolitikailag erősödjön, tehát elképzelhető, nagyon igazad van, és itt tényleg egy ilyen politikai játszma is van, hogy egy kicsit kivenni Amerika vitorlájából a szelet, és egy kicsit markánsabb európai politikát képviselni, de mondom, a kijelentések azok nagyon veszélyesek, még akkor is, ha itt csak szájkarate folyik, ezt Moszkvában nagyon komolyan vették, és ugye bejelentett a Putyin elnök, hogy Oroszország technikailag készen áll egy atomháborúra, nem akarja, de adott esetben készen áll rá. Tehát mondom, itt a veszély, hogy, hogy meddig lehet pókerezni és, és hol van az, ahol, ahol már igazából tényleg az európai választók, vagy az európai emberek lesznek azok, akik ezt megszenvedik, akiknek tényleg semmi közük Macronhoz, mert, mert nem szavaztak rá. Úgyhogy kíváncsi vagyok, mert azért ugye Joe Biden is megpróbálta már Macron kijelentéseit egy kicsit így befékezni, de egyszerűen nem hallgat rá, tehát jelen pillanatban Macron teljesen önjáró lett, senkire nem hallgat, és ugye hát én is úgy rendszeresen napi szinten többször figyelem a, a megszólalásait, hogy, hogy me, mennyire lesz ez veszélyes, és hogy reagál ugye erre az ország. Tehát ez most szerintem így a legszignifikánsabb kérdés, hogy ez a két ország ezt a nézeteltérés valahogy meg tudja arcvesztés nélkül e, oldani, vagy pedig, vagy pedig tényleg eszkalálódni fog a dolog. Na menjünk tovább, ma van az orosz választások harmadik, az az utolsó napja. Ugye azt lehet látni, hogy azért viszonylag sokan szavaztak, mindjárt nézek egy friss részvételi arányt is, illetve online módon is lehetett szavazni, ami talán szintén egy különleges helyzetet mutat. Te hogy látod? Egyébként, tehát most 9 óra 45-kor moszkvai idő szerint 61,37%-os volt a részvétel az online szavazásra. itt az, az jó magas, főleg azért, mert ugye nagy tétje nincsenek a választásnak. Így van, tehát szerintem nem spoilerezünk, hogyha azt mondjuk, hogy Putyin elnök újrabb hat évig fogja vezetni az Oroszországi Federációt, tehát nyilvánvalóan ez lesz, de valóban magas a részvételi arány, nagyon magas ugye a Dombaszban is, meg Novorossziában is. Az ukránok nagyon csúnyán támadtak, ugye lőtték a választói lokálokat. Putyin elnök tegnap este meg is ígérte, hogy erre azért lesz válasz. Szó szerint idézem őt, ezért meg fogom büntetni Ukrajnát elképzelhető, hogy itt a következő egy-két napban nagyon csúnya rakéta és bombazápor fog majd Ukrajnára zúdulni emiatt, mert tényleg civileket öltek meg. Voltak provokációk is, ugye, hogy festéket öntöttek az urnába, telefonálások mentek, hogy bomba van elrejtve, nem találtak bombát. Több embert őrizetbe vettek, akik megpróbálták szabotálni, tönkretenni például a szavazógépeket, vagy pedig az urnákat. Tehát ilyenek voltak, tehát így több fiatal valahogy megpróbált ilyen módon tiltakozni a választás ellen. Nem volt jó ötlet, mert nagyon hosszú időre börtönbe fognak vonulni, tehát a hősieségnek azért van egy ára is, amit meg kell, hogy fizessenek. De hát mondom, nyilvánvalóan a végeredmény az politikolható. Hm. Uh ha meg lesznek a választások, és akkor Putyinnak újra lesz egy át 60-70 százalék köré teszik az ő választási eredményét, szóval van egy úgymond új felhatalmazása, hiszen a háború kitörése óta most volt választás. Szerinted meg fog változni a háború dinamikája, vagy minden marad ugyanígy? Én azt mondom, egyelőre minden marad ugyanígy. Tehát Putyin elnök is azért kivár, ugye, hogy mi lesz az amerikai választásokkal, mit lép Európa, tehát pillanatilag szerintem ő nem akarja, hogy a háború jobban eszkalálódjon, lépésről lépésre halad előre, és azt is tudja, hogy a NATO minden nappal gyengül, hiszen egyre több fegyvert adnak Ukrajnának, most már ugye Scholz és Macron meg Donáltuszka arról beszéltek, hogy a világpiacon próbálnak meg lőszereket vásárolni, amiket majd Ukrajnának adnak. Tehát annyira nincs lőszere már a NATO-nak, hogy kénytelenek próbálkozni valahol közép-dél-amerikai országokban, ázsiai országokban lőszerekhez hozzájutni. Csak persze kérdés, hogy ki fog nekik eladni, mert az is előfordulhat, hogy senki. Úgyhogy mondom, Oroszország ezzel is előbbre jut, tehát gyengíti gazdaságilag. Nyugat-Európát és az Egyesült Államokat, főleg úgy, hogy a BRICS-ben a dollárt most már kiszorította a Rubel és a kínai Yuan, és hát nyilvánvalóan azzal, hogy lassan, de biztosan tartja a frontokat, halad előre, ez, ez a nyugat gyengítését okozza katonai szempontból, tehát primérén azt mondom, hogy ez a cél, nem akar, hogy eszkalálódjon a helyzet, de mondom, ez most tényleg azt mondom a NATO-tól, vagy ha nem is a NATO-tól, de mindenképpen Franciaországtól és új szövetségesétől függ. A műsor végén néhány hallgatói kérdés következik, így szól az első. Jó napot, először is körülbelül két éve hallgatom az ultrahangot, és nagyon köszönöm, hogy ilyen hihetetlen minőségű műsor gyártanak. Spötle és egyben Kastel úrtól is szeretnék kérdezni. Most a Spötle úr van itt, a Kastel urat majd megkérdezzük akkor egy másik alkalommal. Mostanában egyre több európai ország vezetőjében felmerült, hogy csapatokat küldenének Ukrajna mellett harcolni. Miért nem merül fel bennük az, hogy Oroszországot is tudná támogatni több ország is? Tegyük fel ennyi, idő, ennyi erővel Kína is bejelenthetné, hogy küld Oroszország céljából mondjuk 100-200 ezer katonát. Miért nem gondolnak az európai vezetők bele, hogy ebből hatalmas problémák lehetnek? Tisztelettel, Viktor. Hát igazából e, ügykelőségtől erről már beszéltünk is, ugye? Igen, Tehát észak korea már felajánlotta. Már. Megelőztük, így van, mágikus képességeink vannak, már előre mindent megválaszolunk, mindent is. Úgyhogy érdemes tőlünk kérdezni, vagy nem kérdezni, mi akkor is megadjuk a választ. Tehát e, nyilvánvalóan, hogy Észak-Korea jelezte, Putyin elnök ezt egyelőre nem kérte, de nyilvánvalóan, hogy ő ilyen kéréssel fordulna, hogy a Pyongyangi vezetéshez, akkor elképzelem, hogy 100-200 ezer katonát simán adnának, ugye több mint egymilliós hadsereggel rendelkezik Észak-Korea, hogyha beleveszem a tartalékosokat is, úgyhogy erre lehetne számítani. Mondom, Kínának a szerepe nem tudni, tehát lehet, hogyha olyan a fenyegetettség, akkor Kína tényleg szorosan beáll Oroszország mellé, és akkor megoldják villámgyorsan mondjuk a tájbani kérdést is, a kuril szigeteket, tehát plusz a nyugati front. El tudom képzelni, hogy akkor egy kicsit átrendeződik itt a világpolitika, meg a, a geostratégia, hogyha ez megtörténne, mert azzal mondom, egy soha nem látott haderővel kellene szembenéznie a nyugatnak. Tehát Kína és Oroszország együtt az, az brutális. Tehát az valahol már trónok harca, úgyhogy az, az nagyon csúnya lenne. Na és akkor a mai utolsó kérdés, erre viszont még nem válaszoltunk, egy teljesen más témában. Hol érné meg elkezdeni a búvártan folyamot? Amerikában vagy Németországban, mint szaturációs búvár vagy víz alatti hegesztés? Hol a jobb és melyik országban? Köszönöm szépen a választ, üdvözlete Zoltán Stuttgartból. Ó, hát igazából bármelyiket választott a Stuttgartban van, én ott kezdeném, tehát nagyon jó képzések vannak és tényleg nekem német búvár kollégám, együtt szolgáltunk a hadseregbe, aztán volt egy nagyon csúnya motorbalesete, leszerel, de viszont víz alatti hegesztőként és technikai búvárként dolgozott, német képzéssel az Egyesült Államokban is nagyon jó pénzt keresett, Legmélyebb merülése 700 méteren volt, amikor kábeleket fektettek az Atlanti-óceánban. Úgyhogy jó a német képzés, és az államokban is simán kapott megbízást vele. Úgyhogy, ha Stuttgartba élsz, akkor én ott kezdeném el. Tehát több nagyvárosban van ilyen speciális képzés és mondom, tehát tudom, hogy nagyon-nagyon jól keresett vele, főleg amikor egy amerikai cégnél a internetes kábeleket fektették az Atlanti óceánba, akkor, ha jól emlékszem, valami havi ezer dollárt keresett, amiből még adót se kellett fizetnie. Nagyon veszélyes munka volt, buvárharanggal engedték le őket, egy hónapig voltak lent a tengerfenéken, mondom, itt 700 méteren voltak, és ö, nem is tudom, hogy három hétig tartott, amíg felhúzták a buvárharangot, ugye, amíg a nitrogén gáz kitisztul a vérből. Tehát körülbelül két hónapig voltak bezárva egy ilyen kapszulába. Tehát érdemes mérlegelni, jó pénz van rajta, de nem tudom, aki egy kicsit is klasztrofóbiás, nem ajánlanám. De mondom, jó a német képzés, és ő tudott világszerte dolgozni ezzel. Úgyhogy hát hajrá, nagyon sok sikert kívánok neked akkor így az új hivatáshoz, mert mondom, megéri. Tehát így Németországban építkezéseken is tudom, amikor például a Potsdamer Placon építették a, az épületeket, mi minden többször alkalmaztak búvárokat, mert talajvíz feljött, meg minden, tehát vízolati munkához és anyagilag az egy nagyon klassz dolog, szerintem a fiatalabb lennék, én is vele vágnék, tehát ezt komolyan mondom. Ez volt a Frontember mai adása, Makrontól a bulvárokig. Hát reméljük, hogy a valamilyen vezeték felrobbantása nem kerül ezután szóba, mert akkor biztos, hogy gyanúsak leszünk. Igen. De nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és kedden folytatjuk. Örömeltettem, és nagyon szép napot még mindenkinek, kedden újra találkozunk. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, iratkozzanak fel a csatornánkra, lájkolják ezt a videót, hallgassanak minket továbbra is. Mindenkinek szép napot és sikeres hetet kívánunk holnapra. Viszontlátásra, viszonthallásra!